Erősen kezdtek a fehérben lévő tószeki vadrózsák a szarvasiak ellen. A magassági fölényük is nekik kedvezett, de ahogy telt az idő, fizikai és tudásbeli különbség is megmutatkozott. A szépen elcsípett labdák, a hosszú indítások és a szinte mindig pontos befejezések az első negyed végére 16-9-es rózsás vezetést hozott. A folytatásban sem változott a játékképe. Ügyesen próbálkoznak a szarvasi gyerekek, sokat passzolnak, de a találatok száma mégis a tószegnél nő gyorsabban. A lepattanókat a mieink ügyesen csípik el, és addig küzdenek a palánk alatt, amíg kosár nem lesz. Jó az összjáték, gyors labdavenetek, a félidő 47-18. A második félidőben talán kisebb lett a tempó, ez a dobott kosarak számában is meglátszott. Ügyesen védekeztek lányaink, meg volt az emberfogás, a gyors ellentámadások pedig sorra pontot hoznak. A negyedik etapot 63-25-ös előnyen indítják a vendéglátók. Továbbra is észreveszik az elől üresen álló játékosokat, a hosszú indítások továbbra is működnek. Dobják a kosarakat a szarvasi gyerekek is, a végére megtáltosodnak, de a hátrányt már nem tudják ledolgozni. A vége 76-45. Ez a csapat egy U12-es csapat. Az egyik fele tószaki kislányokból tevődik össze, akik már másodikos koruk óta együtt játszanak, ők vannak ötem. A csapat zöme viszont a Szolnoki Körös Iskolából tevődik össze, és szeptembertől játszanak együtt. Kevesebbek voltunk náluk, és hogyha az emberünk mögé mentünk, akkor könnyen tudtunk zicsert dobni, meg... Hát szerintem nagyon jó volt. Hosszút indítottunk, ugye mögéjük mentünk, mert magasabbak voltunk náluk, viszont ugyelni kellett arra, hogy ugye fiúk, és ugye magasabbat ugranak, szóval el ne kapják. És hogy be kell dobni az összes kosarat, mert magasabbak vagyunk.